Farsangolni telet temetni a világ számos pontján ma is szokásban van. Van, ahol babut égetnek, előzendő a telet, macskalába bújnak, és a gasztronómia sem maradt érintetlen a kérdésben, emlékezzünk meg ehelyütt például a fánkról. A németség körében is megünneplik a tavasz közelettét. Itt Bonyhádon a német énekkar elővelenítette fel először a farsangi szokásokat. Az énekkarunk több mint 40 éves, és először a német házban, ahol énekelnek, ott egy kis körben jöttek össze, és tartották a hagyományokat, majd pedig ez annyira kinőtte magát, hogy elkerült a művelődési házba, és innen pedig később egy városi farsangá nőtte ki magát. Úgy kezdődött, hogy választottunk egy farsangi hercegnőt és egy herceget, és ők vezették körbe a városon a mulató embereket. A kicsik és a nagyok maskarába öltöztek, és így ünnepeltük a farsangot. Később a Krenzlein Néptánc Egyesület rábukkant arra, hogy Cikón milyen farsangi szokás volt. És ezt felgyűjtöttük és színpadra állítottuk, ebből lett a cikói gyerekfarsang. Cikón nagyon érdekes szokás volt, amit máshol még nem láttam. Például az, hogy farsang farkán, tehát kedden, a kicsik, a gyerekek körbe mentek a faluban, mégpedig egy érdekes kis kerékre állított bábukkal, tehát egy Jancsi és egy Juliskával, amit a szülők készítettek, egy nagy kocsikereket letettek, és arra állítottak, elkészítettek két bábut, amit szalmából kitömtek, felöltöztettek, ez volt a Jancsi és a Juliska, azok a keréken keresztbe tették a kezüket, és ahogy húzták a gyerekek, azokat táncoltak, mentek körbe, és ezzel a kis szerkezettel körbe mentek a faluba, beköszöntek a házakhoz, és kaptak kis édességet, vagy kis apró pénzt, és akkor úgy nagyon örültek, közben játszottak. Délután pedig a nagyobb fiúk, ők is felkerekedtek, elmentek szintén a faluba, jó kívánságokat mondtak, és ennek cserébe pedig farsangi fánkot kaptak, valamint kolbászt. És ezt úgy gyűjtötték, hogy a farsangi fánkot kosarakba, és a kolbászt pedig vállukra tettek egy rudat, és akkor azon gyűjtötték a kolbászt. És amikor ezt összegyűjtötték, akkor a falu végén elmentek egy pincébe, és szépen megették. És amikor ez megvolt, átöltöztek, és este kezdődött a bál, ahol eltemették a farsangot, de ez a bál csak 11 óráig szólt, és 11 órakor pedig haza kellett menni. Elhallgattak a harangok, és azt mondták, hogy a harangok Rómába mentek. Ekkor kerepeltek, és ez azt jelenti, hogy elkezdődött a 40 napos bőjt. Bonyhád németországi testvérvárosában, Vernauban az egész város megmozdul a farsangi ünnepség idején. Vernau hasonló település, hasonló város, mint Bonyhád, de a farsangi hétvégén körülbelül 30 ezer ember vonul végig a városon. Ott beöltözik mindenki, kicsi, nagy, pici és aggastyán is, és egy hatalmas karnevál van a városban. És nem csak ez az érdekessége a vernaui farsangnak, hanem az is, hogy egy napra, mégpedig pénteken cserélnek, ugyanis a város lakossága elfoglalja a város hivatalát, a polgármester hivatalt, és ők irányítanak. És a város polgármestere is egyszerű állampolgárrá válik, és egy hatalmas ünnepség keretében búcsúztatják a telet. Az idei év, mint sok területén az életnek, más lett ebből a szempontból is. Nem lesz nagy ünnepség. Ám ha a pandémia elmúlik, a helyi németek tervei szerint újraélesztik a hagyományt. Szeretnék egy kicsit új svungot, egy kis lendületet adni ennek az egésznek. Arra gondoltunk, hogy nem is minden évben ünnepelnénk meg a farsangot, hanem az egyik évben farsangolnánk, a másik évben pedig tojáskutat állítanánk. Egyik évben már állítottunk tojáskutat, de a pandémia miatt ez is elmaradt. Nagyon nagy sikere volt, ez is német szokás, német eredetű, mint a farsang is. Bízunk benne, hogy egy kis lendületet tudunk ennek adni. Ha állatszos felvonulás nem is lesz idén, fánkot sütni azért otthon is lehet. Ha meg fontos, hogy maskara is legyen, egy papír szemüveg elkészíthető percek alatt, legalább a gyerekek kedvéért.